Egy helyi lakos tett bejelentést a rendőrségre, mert János Hidai családi háza épületéből valaki egy 55 ezer forint értékű betonkeverőt lopott el. Bejelentést követően alig fél órán belül rendőrjárőr vont intézkedés alá egy férfit, aki azonnal elismerte, hogy ő lopta el az értéket, amit rögtön el is adott 4 ezer forintért. Az egyenruhások előállították a gyanúsítottat a Jászberényi rendőrkapitányságra, ahol lopás büntet miatt kihallgatták. A 20 éves férfit nem csak egy bűncselekménnyel gyanúsították a rendőrök. A megalapozott gyanú szerint ugyanis János Hidán 2024. januárjában további négy lopást is ő követett el, és egy bűncselekményhez társa is akadt. Vitt mindent, ami mozdítható. 170 ezer forintos aggregátort, játékonzolt, televíziót, hűsugárzót, fűkaszát és vasbakot. Rövid időn belül mindenen fillérekért túladott. A nyomozók a betonkeverőt és az agregátort az alkalmi vevőknél megtalálták. Lefoglalták, azokat a tulajdonosnak visszaadják. A Jászberényi rendőrkapitányság üzletszerűen elkövetett lopásbüntet miatt nyomoz.